Már többször hallottunk annak a kerékpárútnak a terveiről, amely az Eurovelo 11-es és a nemrégen megépült városi kerékpárhálózat összekapcsolásával egészen a Hortobágyig kínál útvonalat a kerékpározás szerelmeseinek. Mivel a város határában megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, ezért Virág Tibor alpolgármestert kérdeztük meg a projekt tartalmáról. Sok éves története van már ennek a kerékpárútnak, de valójában nem sokat tudunk róla. Arra kérem alpolgármester urat, hogy kezdjük a kezdeteknél. Ki volt a pályázó, ki lett a kedvezményezett, milyen forrásból és milyen összeget nyert megvalósítani ezt a nagyon szép hosszú kerékpárutat? Én ott kezdeném, hogy ne felejtsünk majd el ebben a beszélgetésben arra rátérni, hogy két projektről beszélünk, ami párhuzamos időben és térben is párhuzamosan valósul meg, ezért a tévénézőknek, a tiszafüredieknek nehéz ezt elkülöníteniük, és ebből vannak félreértések. A kerékpárút projekt az egy turisztikai fejlesztés. Az alapgondolat az az volt, hogy a tiszatavi körgyűrűt bezárni, mert ugye Poroszló és Tiszafüred között még hiányzik a kerékpárút, és Tiszafüredet, a Tiszatavat összekötni Hortobággyal. Ezt a Tiszatavi Turizmus Fejlesztő Egyesület nyújtotta be ezt a pályázatot. Első körben a Tiszató bezárása nyert támogatást, a Poroszlótól a Tiszahídig, egy észak-magyarországi szakasz, egy észak-magyarországi projekt, és a Tiszahídtól Tiszafüredig, ez pedig egy észak-alföldi projekt. Ugye a Tisza folyó sodorvonala a régió határ, ezért ez két pályázatban lehetett elnyerni. Most, amikor változott a nemzeti ügynökségeknek a rendszere, most ki az, aki gondozza ezeket a pályázatokat, amik átnyúlnak egyik ciklusból a másikba? Ezeknek a projekteknek az esetében nincs változás, mert a közreműködő szervezetekkel kell kapcsolatot tartani, ez pedig az Észak-Alföldön még mindig az EARFÜ, tehát az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, az ő fölöttes szervük költözött a regionális operatív programok irányító hatósága az NFÜ-ből, mert az NFÜ megszűnt, minisztériumokhoz kerültek. És akkor, hogy mi fog most megvalósulni? Ugye mondtam, hogy két projekt. Az észak-magyarországi projekt támogatási szerződését felmondta a közreműködő szervezet, a támogatás odaítélője. Egy egyszerű okból kifolyólag az építés a hidak miatt átnyúlt volna 2016-os évre, de ugye ez még az előző uniós ciklus pályázata, és ezeket 2015-ben meg kell valósítani. Itt az ország elesett volna a támogatástól, mert nem tudta volna lezárni. Annak a oldalnak úgymond megvannak a építési engedélyes tervei, megvannak az építési engedélyek, nem tett le senki arról, hogy ez megvalósuljon, ez ebben a ciklusban fog megvalósulni. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT lesz a megvalósítója. Én úgy tudom, hogy a kiviteli tervek közbeszerzése vagy már el is indult, vagy hamarosan elindul. Tehát ez lesz a Poroszló és Tiszahíd közötti szakasz. Ennek mekkora a kivitelezési összege, vagy körülbelül milyen összegre gondoljunk? Hát körülbelül mondhatjuk, mert a most még élő észak-alföldi projektnél látszik, hogy folyamatosan növekszik, ahogy a közbeszerzések zárulnak le, a tervezői költségbecslés mindig több, legalábbis ebben az esetben több volt az ajánlat, a legalacsonyabb ajánlat is. Azon az oldalon, hát hogyha a Tisza hidat is belevesszük, mert a Tisza hídra is van kiviteli terv, jóváhagyott kiviteli terv, tehát ez a nagyon régi probléma is megoldódna. Ugye ez legendás volt, hogy volt terv, és egyébként tényleg volt Füred és Poroszló között, de a hidakra nem, és ez is igaz volt. A hidakra nem volt terv, tehát az a terv önmagában nem sokat ért, mert a hidaknál mindig vége volt a kerékpárútnak. Most minden hídra, a átéri hidakra is, meg a Tisza hídra is megvannak a tervek, de ez így együtt viszont nem kis pénz. Önmagában a Tisza híd olyan 1,5-2 milliárd forint között van, és onnan még Poroszlóig egy olyan másik 1 milliárd forint körülbelül, de lehet, hogy 1,5. Hát ez ebben a ciklusban meg kell, hogy valósuljon, és azért mondom, hogy meg kell, hogy valósuljon, mert az teljesen logikátlan lenne, és akkor most áttérünk arra, ami éppen már megvalósulás alatt van. A Tiszahídtól Tiszafüredig tartó kerékpárút szakasz, turisztikai, tehát ezt hozzáteszem, hogy még mindig a turisztikai projektről beszélünk. Ennek a megvalósítása most folyik. Ez kerékpárút építésből,
és magas építésből áll. A magas építésben egy nagy kerékpáros centrum létesül, meg egy kis esőbeálló házikó, hát az elhanyagolható a nagy centrum mellett költségben és méretben is. A kerékpáros centrumnak a munkálatait már láthatják a tiszafürediek. Ha Poroszló felől érkezünk Tiszafüredre, és a Karcagi vasútvonalat átlépjük, rögtön jobb kéz felé már földmunkák, már alapozási munkák folynak, ott fog épülni ez a centrum. Azt olvastam, hogy ez a kivitelezés, ez a 33-as felújításával van összefüggésben, vagyis meg kellett várni, míg az útfelújítás befejeződik, és utána kezdődhettek el a munkák? Na igen, itt vannak. Akkor térjünk rá, hogy két projekt van. Még annyit szeretnék elmondani a turisztikai kerékpárútról, hogy ez a Tisza hídtól Tiszafüredig tart, párhuzamosan a 33-as úttal. A Holtiszai hídnál nem a közúti hídon fog átjönni a kerékpárforgalom, hanem van ott egy ilyen zsilip műtárgya Balneum szálloda mellett, azon lesz egy emelhető híd, ez a holland minta, hogyha valami olyan hajó jön, ami magasabb, akkor fel lehet emelni a hidat, és ott végig a 33-as mellett jön az út. A Balneum előtt lesz egy keresztezés, a északi irányba átmegy a Füzesabonyi vasútvonal mellé, és a Tiszacsegei gátra egy vasúti, új vasúti csomóponttal, ott a kajakháznál, a bakterháznál, így a fürediek el tudják helyezni, nagyjából abban a térségben lesz egy új vasúti keresztezés, egy kerékpáros keresztezés, és így a gátra fog csatlakozni. Így beköt az Eurovelo északi vonalába. A Balneumtól egyébként ugye itt van egy keresztezés, ez egy csomópont lesz, mert megy tovább a Abátszalóki gát irányába, akkor mondjuk így a déli gát irányába, rá is megy erre a gátra, ami a panorámához, Szabastrandhoz vezet gát, és három végpontja van, azért mondom így végig, de tehát az egyiket elmondtuk, az északi. Tudunk esetleg majd valami térképet mutatni a nézőknek, aki kevésbé tájékozott hát ezen a helyen? Hát megpróbálunk, nem tudom tévére hogyan tudjuk majd konvertálni, de megpróbálok adni, és akkor meg tudjuk talán mutatni. A másik két végpont is egyébként egyszerű, ez az új létesülő centrum, amiről az előbb beszéltem, ott is lesz egy kerékpáros vasúti átvezetés, tehát itt sem a 33-as mellett megy, mert balesetveszélyes, hanem egy új vasúti átjárón ehhez a centrumhoz, a gátról, és onnan pedig az Arad utcán a vasútállomásig már csak forgalomtechnikai jelekkel. Ez a második végpont, a vasútállomás, de azért hangsúlyosabb ez a centrum. És a harmadik pedig végig a Kis-Tisza úton, az Ady Endre út, Kastély út, ott már ugye van városi kerékpárút, abba fog bekötni, és innestől kezdve a városi kerékpárút hálózatra is, meg az Eurovelo déli vonalára az Albatrosz kikötőnél csatlakozik. Tehát így ez egy hálózatos kerékpárút fejlesztés. És akkor ezzel párhuzamosan folyik a 33-as 11,5 tonnás megerősítése, ami egy másik projekt, az egy közútfejlesztési projekt, ami szintén nagyon jó a tiszafüredieknek, és ezt már tavaly látták a kis kellemetlenségek mellett, de szerintem azt már rég elfelejtette mindenki, hogyha most megy Füzesabonyba, mert már nincs az a kátyús út, ami volt. Ez két év alatt valósul meg, második évre maradt ez a tiszafüredi szakasz, tehát ez ebben az évben meg fog valósulni, meg még vannak apróbb szakaszok Füzesabonyig. Ez, ami most itt közvetlenül bennünket érint, a 34-es útig, a Selk útig fog újraépülni a 33-as út. Az Igari útig, vagy Igar felé menő közúti. Igen, igen, addig fog megépülni. Ez burkolat szélesítést nem jelent, hanem burkolat erősítést. Tehát teljesen új, hát ahogy ez a Füzesabonyig tartó szakaszon is volt, teljesen új burkolatot, patkajavítást fog kapni, egy erősebb burkolatot. És ezzel együtt is épül kerékpárút, és itt van összemosódva ez, hogy most akkor melyik kerékpárút hogyan épül és melyik projektben, de egyébként szerintem nincs is olyan nagy jelentősége, tudja az, aki ezzel foglalkozik. Persze, ami ő az... tudja, hogy milyen kivitelező, milyen igen, pénzből mit fog ez a, inkább az a fontos, hogy mi épül meg a tiszafürediieknek. Ettől a kerékpáros centrumtól a 33-as mellett az Igari útig is megépül a kerékpárút, ami természetesen a turisztikai kerékpárúttal csatlakozik. És itt mondom azt, hogy mindegy, hogy ki meddig épít, az a lényeg, hogy megépül.
az Igari úttól egész ki a Karcagi vasút 33-as keresztezésig. Tehát magyarul szinte végig a 33-ason Tiszafüred belterületén megépül a kerékpárút, meg a 33-as is megerősödik, és ami még szintén ehhez a projekthez tartozik, és szerintem nagyon jó hír, hogy a MOL kútnál egy körforgalom kerül kialakításra. Ugye a régi Gyöngy, szerintem a legtöbb tiszafüredi így ismeri, az Örvényi úti kereszteződésnél van lámpa, hát most jó, nem jó, de van. Tehát azért az biztonságos, viszont a Mókútnál nem mondhatnánk, hogy nagyon biztonságos most az átkelés. Nagyon sok iskolás járat keresztül, sokan a lakótelepről munkába is ott járnak, de visszafele a boltok felé is járnak ott, tehát így ez is elkészül, és biztonságossá válik, modernebb is, mint a lámpás kereszteződés, meg talán gyorsabb is. Tehát ez is ebben az évben fog elkészülni. Arról a kerékpáros centrumról, amit az előbb említett, arról beszéljünk már. Ez az a bizonyos, nagyon vitatott, kinézetű létesítmény. Konkrétan pontosan hol lesz, és milyen feladata, milyen funkciója lesz majd ennek az épületnek? Igen, ez, hát hogyha a földmunkákat már látjuk, hogy hol zajlik, akkor ott épül, de egyébként akkor még egyszer így nagyon egyszerű elképzelni, ahol a 33-as út és a Karcagi vasút metszi egymást, ez ott a Tiszafüred szélén, a Balneum előtt van még, ugye, ott ahogy nyílik szét, jövünk be Tiszafüredre a 33-ason, a Karcagi vasút és a 33-as, ahogy nyílik szét egymástól, ott egy háromszög, rögtön a kereszteződéstől indul egy háromszög alakú telek, ezen a telken kerül kialakításra ez a kerékpáros centrum. Ez egy két emeletes építmény, amire egy ilyen csigavonalú, nem is tudom minek nevezzem, rámpának vagy felhajtónak kerékpárral lehet felmenni a felső szintre, ahol egy kávéház lesz, meg pihenőhely. Ebben az épületben lesz kerékpárszerviz, kerékpárosbolt, ajándékbolt, kölcsönző. Ez egy komplex turisztikai szolgáltatásokat nyújtó projekt. Az eredeti elképzelés az volt, és hát nyilván erre törekszünk, hogy majd ez meg is tudjon valósulni, hogy Hortobágy is bekötésre kerül, sőt, most már Debrecennel is egyeztetve, a Heves megyei és a Szolnok megyei közgyűlések elnökeivel is egyeztetve, az körvonalazódik, hogy Egert és Debrecent kellene összekötni ez a hálózatos kerékpárút fejlesztésen belül. Itt szakaszok hiányoznak, szakaszokat kell egymással összekötni, és akkor lenne egy Eger, Mezőkövest, Tiszató, Hortobágy, Debrecen, amiben Hajdúszoboszló, Balmazújváros már összekötötte egymást, erre is rácsatlakozna, és Berekfürdő a Tiszatóra rá lenne kötve a tiszatavi körgyűrűre. Tehát így most, ha bezárjuk a Tiszatavat, a tiszatavi körgyűrűt, már ezzel is egy több száz kilométeres egybefüggő kerékpárút jön létre. Ha meg ezt a turisztikai régiókat is összekötjük, akkor szerintem Európában egyedülálló összefüggő kerékpárút hálózat alakul ki. Ennek a hálózatnak már nem tudom hanyadik projektje a Tiszafüred és a Hortobágy közötti rész. Nem tudom pontosan melyikhez tartozik. Az egyáltalán mikor kezdődnek el azok a munkák? Az eredeti elképzelés ugye az volt, hogy most valósul meg, ezért tervek készültek rá, de nem nyert támogatást az a szakasz, ezért az engedélyeztetés sem ment már végig, elindult, de nem ment végig. Hát ezt ebben a 2014-2020-as uniós ciklusban tudjuk megvalósítani, ha ezt meg tudjuk, mert utána már nem hiszem, hogy erre lesz lehetőség. Tehát annyival van előnyben mondjuk ebben az Eger-Debrecen útvonalban más szakaszokhoz, hogy itt már vannak tervek, ami azért nem kis lépés. Tehát ebben a ciklusban kell megvalósítani, és ezt ne úgy képzeljük el, hogy Eger-Debrecen egy projekt és egy ilyen nagy gigaprojektben megvalósul, ez biztos, hogy több projektből valósulhat meg, több projektgazdával, sok szereplős. Kérdés, hogy önkormányzatok, melyik önkormányzat, esetleg önkormányzatok konzorciumban, esetleg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, esetleg megyei önkormányzatok. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon sok szereplős, ez nem egyszerű történet, tehát most nehogy azt gondolják a tévénézők, hogy én megígértem, és egy év múlva számon lehet rajtam kérni, hogy még mindig nem épült meg. Én nem azt állítottam, hogy már sinem van a projekt, és már a kivitelező éppen felvonul a Egertől Debrecenig, hanem hogy ez az elképzelés, és ezen dolgozunk. De abból a szempontból optimista vagyok, hogy
A Tiszatavi körgyűrű körbezárásáról is nagyon-nagyon sok éven át csak beszéltünk, csak legendák terjedtek arról, hogy megvalósul, és aztán kiderült, hogy még az engedélye is lejárt a tervnek, és most tessék, itt van, már dolgoznak rajta. Sajnos ezek így mennek, hogy egyszer csak valaki odaáll és megcsinálja, de ez nem könnyű, hogy oda tudjon állni és megcsinálja, de mondom, rajta vagyunk ezen a projekten is. Találkoztam kerékpárút kapcsán egy környezetvédelmi hatósági anyaggal, és elszörnyűködtem tulajdonképpen, hogy mennyiféle szempontot kell egy viszonylag egyszerű kerékpárút építéséhez figyelembe venni. Tehát az örökségvédelemtől kezdve a víz, a talaj védelemig, a növény, az állatvilág védelméig. Melyik az a projekt, amely minden engedéllyel rendelkezik, és a leghamarabb meg fog valósulni? Az, ami éppen megvalósulás alatt áll, ez a Tisza híd és Tisza füred közötti kerékpáros turisztikai projekt, és a 33-as megerősítése, ugye két projekt, de ezek mindennel rendelkeznek, ezek megvalósítás alatt állnak, és a Poroszló és Tisza híd közötti, és a maga a Tisza híd projekt is minden engedéllyel rendelkezik. Tehát ott már csak arról van szó, hogy azt mondja valaki, hogy megvan rá a pénz, el lehet indítani a projektet. A pénz pedig a 2014-2020-as projektben keresendő, amit Brüsszel éppen most hagy jóvá, egy részét már jóvá hagyta, más részét jóváhagyás alatt van, tehát onnan lesz majd rá forrás. Ezek azok, amik már biztos, hogy meg tudnak valósulni, már nem mondja azt a környezetvédelmi felügyelőség sem, meg más hatóság sem, hogy ezt itt nem lehet. De egyébként én tényleg tudom, hogy mennyire nehéz ezt leengedélyeztetni, mert a kerékpárút engedélyeztetésében oroszlán részem volt, és hát 50-es évvel küldtük a leveleket a különböző hatóságoknak, szakhatóságoknak. Valóban kellett Natura 2000-es hatásbecslést készíteni, előzetes vizsgálati dokumentációt készíteni, ez is környezetvédelmi dokumentáció, környezeti hatásvizsgálatra is kötelezhetnek, ebben az esetben készült is, és stratégiai környezeti vizsgálat is szükséges egyébként ezekhez a nagy projektekhez. És ez csak a kerékpár az egy nagyon környezetkímélő közlekedéséhez. Igen, de ez egy vonalas létesítmény, ráadásul nagy rész Natura 2000-es területen, és tényleg minden, tehát konkrétan a békák vonulási útvonala is téma volt, és határozat van róla, hogy a békák vonulási útvonalát hogy kell biztosítani, tehát nem egyszerű egy ilyen, azt gondolnánk, hogy az, de nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most valamit tudunk is majd a nézőknek mutatni ezekből a munkálatokból, és talán a legközelebbi, legizgalmasabb dolog az, amikor a Tiszafüred-Poroszló közötti hídnak a fejlesztése, vagy továbbépítése majd megtörténik. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.